A vizsgálatot elvégeztük. A sugárzás szintje normális. Nincs szivárgás. Átmegyünk a 48-as ponthoz. Rendben, Jackson. Úgy tűnik, rendben van. Igen, egyelőre. Parancsnok, a 48-as pontot ellenőriztük. A sugárzás normális, szivárgás nincs. Végeztünk, uram, idekin minden rendben. Rendben, Jackson. Köszönöm. Amilyen gyorsan lehet, jöjjenek el onnan. A sugárzás nem okozhatja a problémát, mert a határérték alatt van. Ennyit a doktornő elméletéről. Tehát a kórt, ami megtámadta a két űrhajósunkat is, megöl 9 másik embert, nem a sugárzás okozta. Úgy tűnik, nem? A pokolba. Parancsnok, muszáj kijutnom innen! Rendben, Collins, már is indulunk. De most! 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 Eljött az idő, parancsnok! Ki kell juttam! Ne csinálja, Collins! Mindannyiunkat megöl! Állítsd meg! Uma, rendszerezzenek minden adatot az expedíció űrhajósainak kiképzéséről, és vesse össze az űrsas adataival, amivel Collins repült. Keressen összefüggést a kettő között. Meg lesz, parancsnok úr. Russell doktornő. Parancsnok, Matthias doktor vagyok. Jelentést kérek az expedíció űrhajósainak állapotáról. Frank Gordon meghalt 13:28-kor. Na és Eric Sparkman? Russell doktornő épp vele van. Komputer, ellenőrizd a beteg állapotát. Ötös stádium, teljes elváltozás. Minden agytevékenység leállt. Az életfunkciókat már csak mesterséges, külső támogatással tarthatjuk fenn. Konklúzió, az astronauta Eric Sparkman elhunyt. Meghaltak? Eric? Frank? És miben? Én nem értem, nekem azt mondták, hogy... Hazudtak magának.
ismeretlen betegségben haltak meg. A földi irányítás el akarta hitetni, hogy csak ideiglenes a probléma. És az expedíció? Felejts el az expedíciót. Mielőtt bármit is tennénk, ki akarom deríteni, miért haltak meg. Semmi kicsik felőle. A Meta az emberi életre alkalmas bolygó, ahogy sejtettük. Nem engedhetjük, hogy a Metára készülő űrhajósok vírusfertőzése megállítson minket. Muszáj feljutnunk végre a Metára. Semmi sem gátolhat meg. Semmi. Nem garantálhatom, hogy nem betegednek meg 3 nap vagy 3 hónap múlva a világűrben. A maga feladata, hogy feljutassa az embert a Metára. Hatalmas ugrás ez az emberiségnek. De olyan, mintha a sötétben tapogatóznánk. Ezt rögzítette a repülésről az az űrsas, amivel Eric és Frank repült utoljára a kiképzésük során. A repülés adatait rendben rögzítette a hajó, mikor egyszer csak 2 percre se kép, se hang. Csak úgy hirtelen. Aztán ugyanilyen hirtelen helyreállt. Épp mint előtte. Hol voltak a hiba észlelésekor? A delta navigációs pontnál, a túloldalon. Vagyis az egyes hulladék telepről. Paul, ellenőrizze az elmúlt 7 adatait az egyes telepről. Sandra, az egyes elmúlt heti adatait kérem. Rendben, Paul. Collins is az egyes telepen keresztül vitt minket a 2-es telepre. Mindig így repül? Hetente 4-szer, 5-ször. A tájékozódási pont miatt? A hold sötét felén ez megkönnyíti a navigálást a 2-es telep felé. És a 2 űrhajós? A sötét oldalon gyakoroltak, hogy ne zavarják a bázist. Vagyis rendszeresen elhaladtak ott. De bizonyos magasság alá nem süllyedhettek. Értem. Akkor ment tönkre a rögzített anyag, mikor azon a helyen jártak. Én pedig azt kértem Collinstól, hogy alacsonyan repüljön, hogy mindent jól lássuk. Paul! Parancsnok úr! Az egyes telepen a hőmérséklet hirtelen emelkedni kezdett. Ez lehetetlenség. A sugárzás szintje szinte minden mérés szerint normális, míg a hőmérséklet egyre emelkedik. Viktor, érdekes összefüggésre bukkantunk. Rendben, már is ott vagyok. Vetítsék ki az egyes telep képét. Hihetetlen magas a hőmérséklet, de még nincs sugárzás. Ez egyszerűen érthetetlen. Hő szabadul fel atomi sugárzás nélkül. Itt vagyok. Mutassa, hadd nézzem. Túlhevült. Kikapcsoltak a...